Ha nyár, akkor szúnyogok. Egy-két éve legalábbis még ez volt a trend. Mára azonban többek között a pécsi kutatásoknak is köszönhetően már ritkán találkozhatunk ezzel a vérszívóval. Természetesen nem a moszkítók unták meg a nyári meleget. Ezt a mondhatni szúnyogmentes állapotot egy Európában már bevett gyakorlattal érték el a szakemberek, hiszen irtásuk minden évben ütemezetten zajlik. Most már az okos tudósok, mint amilyenek mi is vagyunk, remélem, úgy azt a nézetet képviselik, és ez a nyugati eljárásrend, hogy alapvetően biológiai gyérítés zajlik, ami azt jelenti, hogy a szúnyogokat lárvakorban kell elpusztítani. Ezt most a kezemben lévő kis kübli jól mutatja, egy ilyenből több ezer szúnyog ki tud kelni. Ide majd mindjárt visszatérünk, de a lényeg, hogy többféle módszer kell, és nagyon fontos a lakosságnak a szerepvállalása is, és kifejezetten Pécs egy jó példa erre, ugye nincsenek nagy folyóink, nincsenek nagy tavaink, nagy ártereink, amik mondjuk az ártéri szúnyogokat ki tudnak termelni, úgyhogy Pécsen kifejezetten azok a szúnyogok a jellemzők, amik ezeket szeretik, a kicsi vízgyűjtő edényeket, amikből a kertben akár több tíz is lehet. Ha ezekre odafigyelünk, hogy kiöntsük, akkor megspórolhatjuk azt, hogy több ezer szúnyogot kikeltsünk a kertben, és ez, amit elmondtam, ez egy nagyon fontos aspektusa még a szúnyogok elleni védekezésnek, amellett, hogy nagyobb területek. Igen, bizony, a biológiai gyérítést azt lehet művelni. De miért is jobb a biológiai gyérítés, mint a kémiai védekezés? A koncepció nagyon egyszerű, tehát csak gondoljunk bele, hogy ebben van 2000 szúnyoglárva, sokkal egyszerűbb őket itt elpusztítani, mint megvárni, míg 2000 fele repülnek. És nem csak itt áll meg a jósága a biológiai gyérítésnek, hanem ott is, hogy megfelelő dózisban alkalmazva kizárólag a szúnyogok lárváit pusztítja el, tehát olyan természetes élőhelyeken is lehet használni, ahol halak vagy egyéb rovarok is vannak, méghozzá nagy hatékonysággal, nagy biztonsággal, több 40 éves múltja van nyugaton. Ez pedig többször is megtörténik országszerte. Pécsen a napokban is végeznek szúnyogírtást. Bár jelenleg a tenyészőhelyek nem aktívak, az időjárás hatására azonban ez könnyen megváltozhat. Éppen ezért a Biocom szakemberekkel végezteti a napokban a biológiai védekezést. A biológiai gyérítés az majdhogy nem kizárólagosan földi. Többféle módszer van, itt van granulátumban folyadékformájú. Mérkozzá azért földi, mert rendkívül precíziósan kell kijuttatni, kifejezetten arra a területre, ahol a lámbák vannak. Tehát ha az ember leszor a repülőről, akkor az nem fogja feltétlenül elérni a szúnyoglárvákat, úgyhogy ezért is nehézkes. Ha valaki abban gondolkodik, vagy látott már ilyet, esetleg egyébként a Dunártéren szokott ilyen zajlani, akkor például a helikopterről szokták a granulátumot, a biológiai granulátumot szórni, de ott is ugye lehet precíziósan lassan, repülőről nem megoldható, ha repülőt látunk, az kémiai gyérítést jelent. Bár az Európai Unió területén a kémiai gyérítést tiltott, többször is láthattuk az elmúlt években a már megszokott kis repülőket. Az Európai Unióban ugye be lett tiltva, de különböző okokból Magyarországon ugye előző évben is újra engedélyezte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Alapvetően a kémiai gyérítésnél azt kell érteni, hogy amikor már a szúnyogok kikeltek és ténylegesen repülnek, akkor túl sok mindent nem tudunk velük kezdeni, ilyenkor jön az adultiszit kezelés, tehát a kémiai gyérítés. Sok esetben ugyanis nem minden lárva pusztul el a biológiai írtás során. A módszer azonban a megfigyelések és kutatások alapján igen hasznosnak bizonyult, így egyre ritkábban van szükség a repülőről végzett kémiai gyérítésre.